És ahogy az előbb Györgyivel említettük, Csányi Tamás a jobbik frakció vezető helyettes, illetve ákos független országgyűlési képviselő. A vendégünk, uraim, jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy minket. Jó reggelt kívánok. Ma reggel kezdjük az oktatással. Ugye önök azt mondják, hogy központi káosz uralkodik az oktatás ügyben legalábbis. Nem tudom, hogy mennyire hallott arról a hibrid rendszerről, amit az Egyesült Államokban részben, egészben vagy egyáltalán nem vezettek be, ugye az iskolától, államtól is függ. Nagyjából amennyit én kiolvastam a jelenlegi magyarországi ötletelések, nagyjából az történhet meg ott, ö, itt, mint ott, nevezetes, hogy páros napokon bejárnak, páratlanokon meg távogtanak. Hát ha a kormány elfogadja, hogy a pedagógusok szakszervezete kéri ezt, mit gondolnak -e erről a hibrid rendszerről? augusztus 24-én kell majd a pedagógus kollégáknak újra az iskolába menni, és én azt gondolom, hogy innentől kezdve nagyon érdekessé válik ez a kérdés. A szeptember 1 indul a tanév, a pedagógusok nem nagyon tudják még, hogy milyen módon fogják elkezdeni az iskolát. Tudjuk azt, hogy az EMMI úgy tervezi, hogy normál ütemben kezdődik majd el az oktatás, de a hibrid rendszernek a felzárkózása vagy a megteremtése egy nagyon fontos feladat. Igen, valóban a pedagógus szakszervezetek ezt támogatnák, egyébként a jobbik mozgalom is ezt támogatja a szakpolitikusokkal együtt. Én azt gondolom, hogy van ennek létjogosultsága. A diákok március 13-a óta nem voltak közösségben, nem voltak olyan kortás közösségben, amely számukra építő jellegű, nem voltak iskolában. Ennek megfelelően, hogyha a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi, mindenképpen azt javasoljuk és azt kérjük a kormányzattól, hogy indítsa el normál. Milyen módon? Azonnal. Tehát tízesével mennek a gyerekek, három padonként ülnek a gyerekek, ülhetnek normálisan a gyerekek. tehát akkor mindenkiben van testnevelés órát. Megtartják-e hagyományos módon, vagy nem tartják meg azt a fajta testnevelés órást, amely, amely nyilván futással, dobással, valamiféle csapatsportokkal jár. Például. Vagy három nap, két nap, bocsánat, hogy az is szóba került, hogy egyik héten három nap, a másik héten kettő napot járjanak. Hát. Igen, igen. Ezzel kapcsolatban ugye jó reménység van arra, hogy a kormányzat kidolgoz egy ilyen protokolt, amely majd mindezt szabályozni fogja, és pontosan a szakszervezetek is ezt kérik, és követeljük mi is. Bocsánat, azt, azt... azt mondja, hogy jó remény van erre, de tudnak arról, hogy, hogy ez, a, ez a protokoll, ez kidolgozás alatt áll? Hát ők, hogy azt, ők Azt mondják, egy, hát a remény, hát kérem, hogy az, az hal meg utoljára természetesen. Hisszük azt, amit mondanak, mert hinni szeretnénk abban, hogy egy protokolt valóban kidolgoz a kormányzat, és nem lesznek olyan felelőtlenek, mint mondjuk a digitális oktatással kapcsolatban, hogy magára hagyják a pedagógusok társadalmát, magára hagyják a diákokat, a szülőket, és nem segítik őket semmiféle eszközzel, mármint olyan technikai eszközzel, illetve digitális tartalommal, amelyre már az akár 2017 óta lehetőség lett volna, hiszen van erre. Egy egy digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztosa Magyarország kormányának, dr. Cunyiné Bertalan Judis személyében, és az ő munkásságáról nem tudunk semmit. A hatháziákos szerint hogyan kellene? Most is maszkban ül, tehát nyilván egyetért azzal, hogy nem normál menetrendben kellene indítani az oktatást? Persze, tehát még a kormány száma is azt mondják, hogy itt a járvány teljesen egyértelmű, és az a csend, ahogy a EMI ezt intézi ezt a dolgot, ez nyilvánvalóan nagyon komoly probléma. Nekem személyesen komoly probléma, hogy mi legyen a gyerekekkel. Ugye ez a hibrid rendszer, ugye, hogy a nézők tudják, a hibrid rendszer az azt jelenti, hogy egyszerre abban az osztályban ne üljenek be 25-30-an, hanem meg lehessen azt oldani, hogy egyszerre csak 10-15-en. Ez a távolságtartás, ez fontos. Sajnos azt látom, ugye én maszkban vagyok, ez igyekszem példát mutatni, de nagyon sokan még mindig nem értik és nem érzik, hogy itt van a probléma. Azoknak azt szoktam mondani, hogy vegyenek elő egy számológépet, üsségbe, hogy mondjuk 600, fogadjuk el, hogy 600 aktív esetet ismerünk, nem annyi fertőzött van Magyarországon, annyi ismerünk, és azt kezdjék el szorozni kettővel. Hogyha nem vigyázunk, hogyha nem figyelünk oda, és nem veszük komolyan ezt a dolgot, akkor ez a vírus ez úgy működik, hogy három-négy naponta meg tudja duplázni az aktív eseteknek a számát, kezdjék el szorozni, és akkor nézzék meg, hogy egy hónap múlva, 15-20 ilyen szorzás után mennyi lesz az országban. Tehát igenis, hogy komolyan kell venni. Ha nem és, valóban, és valóban az iskolák kérdése az nagyon fontos, és hát én tudom, hogy egy ilyen tanári testületnek ugye mekkora szervezést igényel ezt megszervezni, nekik valami információra szükségük lenne. Egy gyors kérdés még, amire rákérdeztem, testnevelés órák. Tehát kifejezetten az, ami fizikai aktivitással jár, testi kontaktussal jár, a testnevelés órákra külön kitérnének -e, vagy pedig ugyanúgy kezelnék az oktatási rendszeren belül, mert korábban nyilván nem különítettük el, hogy most akkor ez a matematika óra, meg ez a fizika óra, hiszen egymás mellett ültek. Most van talán jelentősége annak, hogy nem egymás melletti padokban vagy mögött ülnek a gyermekek. Tennének-e különbség... Korlátoznák-e, vagy ugyanúgy engedélyeznék-e a testnevelés órákat? Csak meg kell nézni a tegnapi híreket, amikor a felzsúti fo focisták, a, a vízilabdázók, tehát ugye nyilván egy ö, ö, testnevelési aktivitás, az sokkal inkább veszélyezteti, ugye itt a egész természetéből fogva, nyilvánvalóan ez még inkább oda kell figyelni. A jobbiknak van-e ötlete, programja arra nézve, hogy hogyan lehetne megoldani azt, hogy például hibrid oktatás, Ugye azt mondják, hogy legyen 14 vagy 15 fő egy tanteremben, tehát a gyerekek járjanak az egyik héten mondjuk három, a másik héten pedig két napot. Ott két dolog van, az egyik, hogy a szülőknek, akiknek nincsen szabadságuk, hogy meg kell oldani, hogy mit csináljanak a gyerekkel, amikor otthon van, ez az egyik, a másik, éppen tegnapi hír, 1100 tanárt keresnek. Ahhoz, hogy bontott osztályok legyenek, és minden gyerek iskolába járjon, sokkal több tanár kellene. Nem, hogy elég nincs, hanem 1100 százal kevesebb van jelen pillanatban. Sajnos igaz, és ez az 1100 tanár uh, hiány azt jelenti, hogy a pedagógus életpályamodell, mint rendszer megbukott, én úgy uh, vélem, hiszen a a mostani fiatalok nem gondolják azt, hogy pedagógusnak kellene menni, az idősebbek természetesen nyugdíjba fognak menni, úgyhogy egy nagyon komoly krízis előtt áll egyébként a magyar közoktatás, és ezt az emmi nem hajlandó figyelembe venni a számokkal, ők teljesen elégedettek. Azt mondják, hogy ez egy ilyen átmenet most az egyik iskolából a másikba vándorolnak a pedagógus kollégák, ami természetesen nem igaz, hiszen ekkora fluktuáció azért nincsen az egyes iskolákon belül. Hiányoznak, vannak abszolút hiány szakok a pedagógiában, amelyeket mondjuk egy vagy egy éppenséggel fizikus tanárt mert nagyon nehéz találni. De hogy visszatérjünk arra, hogy, hogy mi lenne a jó megoldás. Az lenne a jó megoldás, hogyha ha kis csoportokat úgy osztanák be, hogy mondjuk a pedagógus kollégák akár túlórával, többletmunkával tudnák ezt megoldani, máshogy egyébként ugye nem is lehet, hiszen kevés számú a pedagógus. Ezt viszont a fenntartónak, hát azt kell mondani, hogy nélkül el kell vállalnia, hogy kifizeti a pedagógus kollégáknak a többletmunkát, ez csak így fog működni. A rendszert ők tartják életben már hosszú-hosszú évek óta. Köszönjük szépen, megyünk tovább méghozzá azzal, hogy nem lesz a kormány tagja Gyurcsány Ferenc egy esetleges ellenzéki győzelem esetén. Erről a DK szóvívője beszélt, miután Fekete Győr András a Momentum vezető is erről beszélt. Ezt a híradónk által megkérdezett elemző szerint plusz szavazatokat is hozhat mindez az ellenzéknek. Szóval nézzünk egy rövid bejátszást, és utána Csányi Tamással és Hatházi Ákossal folytatjuk. Vagy Fidesz, vagy az ellenzék 2022-ben. Ilyen egyszerű. Bár vannak még nyitott kérdések az ellenzéki oldalon, az lassan bizonyossá válik, hogy Gyurcsány Ferenc egy ellenzéki győzelem esetén is maradna a háttérben, legalábbis Fekete Győr András szerint. A Momentum elnöke ugyanis azt nyilatkozta a A volt kormányfő megígérte, hogy ellenzéki siker esetén se fog közjogi tisztséget vállalni 2022-ben. Híradónknak a DK szóvívője azt mondta, a pártelnök jelenlegi pozícióját töltenébe a következő ciklusban is. Pár napja hivatalosan is elindult az ellenzék 2022-es választásra való felkészülése. A közös választókerületi jelöltek mellett közös programmal vágnak neki az ellenzéki pártok a következő választásnak. Az LNP szerint fontos, hogy ne a 2010 előtti személyekhez térjenek vissza. A közös jelöltek és program mellett az MSZP közös arculattal vágna neki a következő megmérettetésnek. A jobbik szerint is fontosak a közös üzenetek, és a közös plakátoktól sem zárkóznak el. A közös jelöltekről előválasztáson döntenének, az egyelőre azonban még nem dölt el, hogy mikor rendezzék, ahogy az sem, hogy legyen-e lehetőség arra, hogy konszenzus esetén akár tárgyaláson is dönthessenek egy-egy induló személyéről. Eléleg egyébként nagyon érdekes furcsaságnak tűnik az, hogy bármely politikus bejelenti, hogy mondjuk ő akkor nem lesz kormányzati tisztségviselő, és az elemző leméri, hogy ez akkor 2-3 százalékot is hozhat valakinek. Ez olyan, hogy is mondjam, olyan nagyon-nagyon furcsa. Hát a korábbi miniszterelnökök a személye nyilván fontos ö, ö, személy, de nem annyira, hogy a következő egy év vagy két év erről szóljon. Már pedig és a híradóknak a, a vezető percei erről szóltak ez egy, ez egy elég, szerintem elég probléma, szerintem nem ez a legalapvetőbb kérdés. Eleve egyébként nem az összefogás a legfontosabb, bármennyire is nagyon sokan így gondolják az összefogás, ez egy olyan dolog, mint egy autónak van négy kereke. Tehát az, hogy együtt működjenek az ellenzéki pártok, az egy teljesen ö, egy egyértelmű dolog. Az, hogyha viszont ennek a részleteivel fogunk foglalkozni a következő két évben a hírek és az ilyen beszélgetések csak erről szólnak, az nagyon nagy baj lesz. Bocsánat, Bocsánat meg ahhoz, 15 pártok... éve nem sikerült együttműködni, ezért érdekes most, hogy úgy néz ki, hát, hogy lehet, hogy sikerül. Ezért, ezért, mert azért, hogy van, van, van olyan párt, és itt a képviselők, aki kifejezetten azért alakultak szinte, Gyurcsány Ferenc ellen határozták meg magukat. Nagyon fontos kérdés az ő választóik számára, hogy hogy szavazzanak a jobbikra, amikor Gyurcsány Ferencen működnek együtt, és ez a Momentumra is igaz egyébként, akik ki is kötötték ezt. Mindjárt, bocsánat, hogy elveszem képviselő úrtól, elnézést. Képviselő fog rá válaszolni, de én akkor is nagyon fontosnak tartom, hogy a, gyakorlatilag oda lesz a választás, tehát most már elmondhatjuk, hogy oda van a 2022-es választás. Hogyha arról fogunk beszélni, az egyik párt mit gondol a másikról, az összefogás is fontos, de az nem elég összefogni, hanem annak látszódnia is kell, hogy együttműködnek a pártok, és azt hiszem, hogy a következő időszaknak nem az a legfontosabb kérdés, hogy melyik párt mit gondol a másikról. Az, hogy mit gondol a jövőről, mit gondol az országról, és egyébként hogyan tud megküzdeni például a propaganda ellen és a játékszabályokért, azért, hogy egyáltalán valódi választásokról beszélhessünk, az egyébként sokkal fontosabb. Akkor át is adjuk azt. Nem. Tehát azt gondoljuk, hogy történelmi megállapodás született egyébként, ezzel önökkel értek egyet természetesen, hiszen eddig az ellenzéki oldalon soha nem volt még ilyen konszenzus, ami ez egy most egy kialakult. volt, nem a mi álláspontom. Ért, értem én, de én, ez az én álláspontom is, és a jobbik álláspontja is ez, hogy történelmi megegyezés született, azért, mert 2018-ban még a pártok nem értették meg a választók akaratát. A választók bölcsebbek voltak 18 ban és simán átszavaztak a esélyesnek vélt jelöltre. Mondjuk például Jász megy a négyes választókerületében akár mondhatom saját magamat is példának, a nem veszik tolakodásnak. Én 40%-ot értem el Boldog István mögött, 2000 szavazat sem volt kettőnk között a különbség, és ez nem mehetett volna úgy, hogyha baloldali érzelmű szavazók nem tették volna oda az x és ezt az ez úton is természetesen köszönnék. Ugyanakkor lehetnek -e olyan jobbik szavazók? Most én néztem a bejátszást, a bejátszáson például a jobbik képviselője ott mosolygott, a, most a mindjárt a stúdióba érkező vadajágnes mellett, hogy valaki azt mondja, hogy amit György is említett, önök valóban az egyik statutumuk az volt, hogy azért Jöttek létre, hogy, hogy Gyurcsány Ferencet leváltsák. Gyurcsány Ferenc ellen jöttek létre, most vele fognak kormányozni, hogy a kormánypárti oldalon folyamatosan azt hangzik, hogy a Becsics párta, nem is Jobbik, hanem Balli, ugye mondta a miniszterelnök úr, hogy gyakorlatilag az identitások elveszik ebben. Most ebben a kérdésben hatházi képviselőtársammal értek egyet, nem erről kellene, hogy szóljanak az elkövetkezendő időszakok, hiszen Borsót időközi választás lesz bíró László a jobbik jelöltje, konszenzusos jelöltként az ellenzék közös jelöltjeként fogja magát megméretni októberben. De hogy ne kerüljem ki a kérdést, természetesen 2003-ban a Jobbik pontosan az ön által említett módon és értékek mentén jött létre, és azt gondoljuk, hogy jelenállásban is pontosan ugyanezt szeretnénk. Egy erős Jobbik nélkül nincsen a NER leváltása, és azt szeretnénk, hogy egy olyan világ köszönjön vissza, amely a 2010-zel nem azonosítható világ, tehát egy, egy szebb és egy jobb jövőt remélünk, amelyet csak az összefogással tudunk megvalósítani. És ezt be kell látni egyébként a szavazóknak is, akik a NER ellen szeretnének szavazni. Az összefogással kapcsolatban Hatház azt írt a Facebookon, hogy az esélyek csak akkor lesznek jók, mindegy, hogy hány lista van meg, hány jelölt van meg, nem tudom, hogy micsoda van, hogyha van százezer olyan ember, aki hajlandó tenni azért, hogy hogy leváltsák a kormányt, mire, mire gondol, mit csináljon ez a százezer ember? Lesznek választások, majd ez a százezer ember is szavaz. Igen, azt hiszem, hogy ez sokkal fontosabb az, hogy melyik párt mit gondol egymásról, hogy az aktivisták lesznek-e, -e, lesznek összetudnak-e fogni az emberek, és teljesen független, hogy párt vagy civil, vagy hogyan, összetudnak-e fogni, és együtt tudnak-e működni. Két dolog. Az egyik az, hogy valóban van egy küzdelem, ami előtt még állunk, vagy amelyikben remélem, hogy benne vagyunk, de meg kell küzdeni a propaganda ellen. Addig nincs választás. Az nem választás, amikor a köztévében az ellenzék csak akkor jelenhet meg, hogyha éppen le akarják járatni. Élőben nem beszélhetünk, élőben a miniszterelnök beszélhet minden második hétben, az ellenzék nem jelenhet meg. Az nem választás, ahol a kormány évente 50 milliárd forintért folyamatosan már a választási kampányt nyomja. Ugye ez a nem nemzeti manipulációnak nevezett valami is, ugye nem egy kérdés, hanem egy, egy propaganda. Ezek nem választások. meg hogy akarnak ezzel megküzdeni? Hát, teljesen egyszerű. Hogy a százezer ember kell, százezer embernek például el kell mennie a Kunigunda utcába, és addig vissza kell oda járni, addig nem lehet elengedni ezt a témát, amíg ez a kettő dolog nem oldódik meg. Amíg egy olyan, amíg egy, amíg egy hírhamisító igazgatója van a közmédiának, és amíg évente 50 milliárd forintot költ saját maga reklámjára. Ezt egész egyszerűen nem szabad elengedni. Erre van szükség, az egy 5000 fős tüntetés az semmi, 100.000 fős tüntetés megoldja a dolgokat, de van egy Megolja, másik csak fontos... csak men, nem mennek el az másik, emberek, tehát az két 1-2000 tüntetésre. Hívni, akkor hívni kell őket, van egy másik nagyon fontos dolog, az pedig az, hogy amikor választások vannak, akkor mindenhol legyen ellenőr, akkor mindenhol legyen, aki plakától, akkor mindenhol legyen, aki hoz, semmi extra dologra nem kell gondolni, de ha nincs olyan ember, aki tesz is a választás, akkor nem lesz változás. Úr, időnk lejárt, viszont megígértem a kedves nézőknek, hány begyűjtött nemzeti konzultációs ívnél tart ön? Ugyanazt tudom mondani, mint amit minden nap több százezer évünk van, gyűjtjük be, most már elkezdjük összeszedni arról a rengeteg gyűjtőhelyről, ahol gyűjtötték. Hát, hamarosan akkor kiderül. Köszönjük szépen! Köszönjük, a hogy itt voltak! Köszönjük.